Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez a Harcosok klubja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor. Mai vendégünk Székely Sándor, független országgyűlési képviselő, az ISZOM egyik alapítója. Székely Sándor egy balesete miatt telefonon áll a rendelkezésünkre, amit ezúttal is köszönök szépen. Köszöntöm, képviselő úr, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Egy lépéssel közelebb a választói akarathoz, ezekkel a szavakkal üdvözölte Székely Sándor az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának tegnapi döntését, tehát szerdai döntését, amellyel tárgysorozatban vette az Egy Lista, Egy Frakció kezdeményezését. Ugye a műsorunk felvétele csütörtök kora délután van, és csütörtök kora este kerül adásba. Székely Sándor javaslatának a lényege, hogy a jövőben csak olyan képviselőcsoportok alakulhassanak a Magyar Országgyűlésben, amelyekre a választó polgárok ténylegesen mandátumot adtak, ugye így fogalmazott az ön közleménye. Kezdjük a technikai részével, jó? Tehát, hogy mi lesz a javaslat sorsa most, vagy mi lehet a javaslat sorsa most, hogy az Igazságügyi Bizottság tárgysorozatba vette? Technikailag most a parlament elé fog kerülni, hogyha a parlament úgy dönt, akkor erről lesz vita, és a vita után pedig szavazás. Világos. Világos. Most ugye ön korábban nem volt különösebben optimista a javaslatának a sorsát illetően, úgy fogalmazott, hogy ön szerint a Fidesz a KDNP miatt nem fogja megszavazni, ezt tartja? Tehát továbbra is borulátó a javaslatának a jövőjét illetően? Hát azért most már egyel magabiztosabbak vagyunk, vagy pozitívabban állunk hozzá, bár hát ugye nincsen információnk, beszéltünk erről sem a kormány oldalról, tehát nincsen információnk arról, hogy mit szeretnének. Azt tudja, hogy bizonyos ellenzéki szereplők ezt másképp látják, hogy önök egyeztettek-e a kormány oldalról, vagy sem. Gondolom hallott már ilyen fajta, hát most nevezzük Conteónak. Hát folyamatosan ugye ez a Conteó van, ami azért nagyon izgalmas, mert ugye a rajtunk kívüli ellenzéki pártok azok folyamatosan ugye együtt szavaznak a Fidesz-szel, elég csak az egészségügyi törvényre gondolni, amit ugye mindegyik ellenzéki frakció megszavazott, vagy a homofób törvényre, amit ugye Jobbik megszavazott, a többi ellenzéki képviselő meg kimenekült a teremből, ott ugye én nyomtam egyedül nemet, illetve hát most a legutóbbi eset, amikor a Szabó Tímea hát gyakorlatilag egy ilyen atombombát, egy kibiztosított atombombát adott át a Fidesznek tálcán, ugye ez a népszavazásos ügy, ugye amit Szabó Tímea kezdeményezett, hogy lehessen a választások napján is népszavazást tartani, ugye, és akkor ez át is ment a Magyarországgyűlésen, és hát ugye ez annyit jelent, hogy a kormánynak lesz pár ezer milliárdja arra, hogy kampányoljon választási időszakban egy népszavazási kérdéssel, és hát ugye maga ez az egész, hogy ott nem csak az országgyűlési választásokat bonyolítják, hanem egy népszavazást is, hát ott ez nagyon megkönnyíti a választási csalás esélyét. Úgyhogy az, hogy itt ki tehát ugye ez a hadd kérdezzek vissza, hogy mennyiben, hogy érti azt, hogy megkönnyíti a választási csalás esélyét? Mert ezt muszáj visszakérdezni. Hát ugye több papír lesz, többféle kérdés lesz, hát ugye eleve lesz ugye egy csomó olyan, tehát ugye lesz ott egy, tehát ugye nem is tudjuk, hogy pontosan hogy fog ennek a lebonyolítása zajlani. Hát minden esetre ugye amikor minél több papír van, minél nagyobb a bonyodalom, ott annál jobban be lehet nyúlni a dolgokba. Ezeket főleg a vidéki kis településeken okozhatnak esetleg ilyen jellegű problémákat. No, ott tartottunk, csak én tereltem el a szót, mert itt két dologra rá kellett kérdeznem. Ott tartottunk, hogy valamennyivel optimistább a saját javaslatának a későbbi sorsát illetően, mint volt néhány héttel ezelőtt. Menjünk vissza az elejére, jó? Tehát én azt szeretném megkérdezni, hogy merült fel önben,
hogy megakadályozza az ellenzéki pártok külön-külön frakció alakítását, most természetesen az együtt induló, tehát közös listán induló ellenzéki pártok külön-külön frakció alakítására beszélünk. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, az én szervezetem, pártom azért jött létre, hogy felszámolja Magyarországon a szociális és a morális válságot, és ezt nagyon határozottan mondom, hogy mi biztos, hogy nem valami ellen, vagy valamik, vagy valakik ellen vagyunk, hanem valami mellett. És amellett, hogy nagyon határozottan amellett vagyunk, hogy a kapitalizmus nem jó, és fogyasztói társadalom is borzalom, és az embereknek sokkal többet kellene keresniük, ugye amellett is vagyunk, hogy azt szeretnénk, hogy ebből kifolyólag, mi azt szeretnénk, hogy a Magyar Országgyűlésben az emberek akarata érvényesüljön, a választópolgárok akarata. Na most a választópolgárok ugye most jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy a Magyar Országgyűlési választásokon több rajtunk kívül, tehát az ISZOM-on kívül, több két vagy három olyan tömbre fognak szavazni, ahol pártok tömege van, tehát mondjuk egy lesz egy Fidesz-KDNP, meg lesz egy 6-os, 7-es fogat. Ugye, aminek még sajnos nincsen neve, tehát nem tudom őket megnevezni. Ugye ez a liberális jobboldali pártok. Hát ez a liberális jobboldali pártoknak az összefogása. És hogy hát ezekben a szervezetekben, ezekben a pártokban azért van egy olyan közös, hogy ezek közül 4-5 önmagában vagy nem is indult még országgyűlési választásokon, általában a mérések nem, vagy alig mutatják ki őket, szervezetük is igen kevés, tehát lehet, hogy nem is tudnak elindulni egy országgyűlési választásokon. Na most azért az, hogy mindettől függetlenül ezeknek a szervezeteknek a Magyar Országgyűlésben frakciójuk legyen, ugye a képviselőcsoportnak ugye az az ismérve, hogy nagyon sok megszólalási lehetőséget kap, nagyon sok pozíciót kap a Magyar Országgyűlésben, ugye ezek információt, gazdasági lehetőségeket jelentenek, és hát egyébként rengeteg pénzt is. Ami ugye abban az esetben, hogyha a magyar szavazók százezrei vagy milliói rájuk szavaznak, akkor én azt gondolom, hogy ez elvileg rendben van, hiszen valahogy ők nekik teljesíteniük kell, és el kell látniuk a munkát, amivel megbízták őket. Ám de olyan szervezeteknek azért mi azt gondoljuk, hogy annak legyen ilyen lehetősége, akit a magyar emberek felhatalmaznak ezzel, és reszavaznak rá. Világos, tehát, világos, de ezen a bizonyos, mondjuk vegyük a Fidesz-KDNP-t, jó? Most te először. A Fidesz-KDNP listáján nyilvánvalóan ezt, vagy hát, hogy mondjam, nagy biztonsággal előre lehet jelezni, hogy Orbán Viktor fogja vezetni, nyilván a második helyen ott lesz Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke. Nem mondhatja azt, hogy a KDNP, hogy mondjam, titokban jut be a parlamentbe. Ugyanúgy az ellenzéki összefogás listáján Márki-Zay Péter mögött nyilván ott lesz Tóth Bertalan, Szabó Tímea, Gyurcsány Ferenc, tehát én nem látom azt, hogy ezek a szereplők, most legyen szó a Fidesz-KDNP-ről, vagy az ön által 6-os fogatnak nevezett ellenzéki összefogásról, eltitkolnák azt, hogy milyen pártokat visznek be, úgymond a hátukon az országgyűlésbe. De ön, ha jól értem, mégis így látja, miért? Nekem ez semmi problémám nincsen, és ezt is láttuk, hogy titokban, és szerintünk ez egy tök legális dolog, és rendben is van. Hát vannak politikai megállapodások, valamiért ezek a pártok azt gondolják, hogy a többi párt tehát érdemes nekik a többi pártot bevinni, de szerintünk ez rendben van. A probléma ott van, hogy ezek a pártok önállóan nem jutnának be. Most, hogyha önállóan nem jutnának be, akkor tehát csak elég mondjuk csak a Márki-Zay Péter féle 7. frakcióról beszélni, ahol már tényleg egy ugye olyan, ahol aminek a jogi keretét talán
a pálinkásféle pártnak, az új világ néppártnak adná a jogi keretet, aki ugye még 20 ezer, még az előválasztáson se tudott miniszterelnök jelöltet állítani, hiszen annyira nem tudták összegyűjteni. Tehát mi azt mondjuk, hogy az emberek, hogyha leszavaz a Fidesz-KDNP, akkor az legyen egy frakció, az emberek akkor a Fidesz-KDNP-re szavaztak. Nem a Fideszre, nem a KDNP-re, hanem a Fidesz-KDNP-re. Akkor ez egy frakció. Abban az esetben, hogyha ezre a hat pártra így közösen az emberek leszavaznak, és inkább ők maguk is sokszor azzal érvenek, hogy hát külön-külön nem tudnánk megverni őket, de így együtt igen, mert együtt összeadódnak, meg még plusz bevonzunk szavazatokat, rendben van, szerintem ez teljesen rendben, hogy ezt így látják, de akkor ők is, akkor a szavazók is rájuk szavaznak, tehát erre az összességre szavaznak, nem külön-külön rájuk. Tehát a választópolgárok akaratának az érvényesülése az az, hogyha ezeknek a szervezeteknek egy frakciójuk van. Egyébként jegyzem meg, hogy az ellenzéki hatosfogatnak is véleményem szerint az elemi érdeke lenne ez a törvénynek, a javaslatnak a támogatása, hiszen, hogyha hatalomra akarnak kerülni, akkor már a kormányalakításnál is sokkal jobb nekik, hogyha egy nagyobb frakcióval rendelkeznek győzelem esetén, mint mondjuk a Fidesz, és nem 6 vagy 7 kicsivel, hiszen itt már akkor a köztársasági elnöknek mondjuk például joga lenne, hogyha ők szétesnek 7 frakcióra, mondjuk a Fidesz megbízni első körbe kormányalakítással, és hát akkor ha nincsen a Fidesznek meg a KDNP-nek együtt többsége adott esetben, akkor nem fognak tudni kormányt alakítani, tehát ez persze ideig. Hát igen, de a hét frakciónak végképp nem lesz, tehát ugye ez egy nehéz ügy, no de viszont kormányozni meg végképp sokkal egyszerűbb egy frakcióval, mint héttel. Emlékezzünk csak az MSZP-SZDSZ koalícióra, vagy még a mai napig is mondjuk arra, hogy Jakab Péter általában... De hát például a Fidesz-KDNP koalíció meg nagyon-nagyon gördülékenyen működik, nem? Az ellenzéki koalíció? A Fidesz-KDNP koalíció, hát a különösebb törések nincsenek. Igen, hát tekintve, hogy a KDNP azért egy olyan párt, ahol... ugye kettős tagság van, és ugye fideszesek vannak bent, tehát ez a KDNP nagyon fura szervezet, mert azon kívül, hogy választáson sem indul önállóan, azon kívül még a tagsága is kettős. Tehát ugye azért az egy erős kötéssel van úgymond a Fideszhez. Azért az ellenzéki oldalon ez nem mondható, itt 6-7, egyelőre 6-7 külön erőközpontról van szó, bár ugye Gyurcsány Ferenc már rég felvetette, hogy ez valójában egy párt. Igen, itt többek között a Spirit FM-ben is beszélgettünk erről, pontosabban Ceglédi Zoltán kollégám beszélgetett erről Gyurcsány Ferenccel, de hát azért ő alapvetően saját magát, mint a DK-nak, és nem pedig egyfajta egyesült ellenzéki frakció vezetőjének ként képzeli el magát 2022 után. De visszatérve az ön javaslatára, tehát hogy ha jól értem, de javítson ki a tévedek, ön azt mondja, hogy nem fair olyan frakciót alapítani, olyan frakcióban ülni, amelyben nem választották meg a képviselőket, ugye? Tehát ezt jól értem. Hát én ezt alapvetően korrupciónak, politikai korrupciónak tartom. Találkozott-e azzal a kritikával, vagy azzal a visszavágással mondjuk, inkább a mai ellenzék, mint sem a mai kormánypártok oldaláról, hogy de hát ön 2018-ban a DK-val szövetségben a szolidaritás vezetőjeként jutott az országgyűlés, de most pedig független képviselő az iszom színeiben. Most ez nyilván más, mint hogyha ön alapított volna egy frakciót természetesen, és hát megszólalási lehetőségben, anyagilag, stb. Ezerféleképpen más. De mégis fel kell tennem a kérdést, hogy az ön javaslatának a logikáját követve, amikor 2018 végén kilépett a DK frakcióból, nem kellett volna lemondani a mandátumáról. Én nem állítom, hogy le kellett volna mondani, csak kérdezem, hogy ha az ön javaslatának a logikáját végigvisszük, akkor nem lehet, hogy önnek le kellett volna mondania. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és a válasz egyértelmű nem. A 2018-ban, illetve 2017-ben, amikor mi a Demokratikus Koalícióval, ugye akkor még az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom egyik előszervezete, a Magyar Szolidaritás Mozgalom, aki egy civil szervezet volt, állapodott meg a Demokratikus Koalícióval,
Hát ez egy érdekes történet, ez egy külön műsor lesz, most nem el sem mennék ebbe bele. De minden esetre akkor mi voltunk? Beszéljünk majd tartalmilag arról, hogy ez miért jött létre, meg miért bomlott fel. De akkor mondom, hogy ugye tehát röviden nélkülünk valószínűleg a demokratikus koalíciónak nem lenne a frakciója a Magyarországgyűlésben. 2018-ban, ami úgymond közös... Kevésen volt a DK bejutása 5,34%-on sikerült abszolválni a választást 2018-ban. Én azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk azt, hogy abban a helyzetben, amikor a DK-nak mi voltunk az egyetlen érdemi szövetségese, volt egyéni képviselőnk, nyilván az országos szervezetünk is beleállt, és eleve az, hogy mi ott akkor kiálltunk a demokratikus koalíció mellett, ez önmagában hozott. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan politikai teljesítmény, amiért mi nem kértünk, és nem is akartunk ezért frakciót, mi ezért egy országgyűlési képviselői mandátumot kértünk, és azt gondolom, hogy mi teljesítettük azt, amit tőlünk elvártak, ez amit mi mondtunk, hiszen a demokratikus koalíció akkor azt gondolta, hogy jóval nagyobb szeletet fog kihasítani a parlamenti patkóból. Mi ezzel szemben majdnem kristálytisztán biztosak voltunk benne, hogy ez a dolog valahol 5% környéken lesz, és mi kellünk ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát illetve a szolidaritás, az 2017-ben, amikor megállapodtak a DK-val, azzal számoltak, hogy a DK 5% körüli eredményt fog listán elérni, és önökre ahhoz, hogy a DK bent legyen a egyébként most is működő országgyűlésben, amelyik 2018-ban alakult meg, ahhoz önökre szükség van. Ezt jól értem, ugye? Ezt annyira jól érti, hogy mi akkor a 7. helyet kértük el, ez volt annak a listának az utolsó befutó helye. Világos, világos. Na most a tartalmi részeire még azt javaslom, hogy a műsorunk második felében térjünk vissza, de maradván az önök és a DK, vagy az ön és a DK együttműködésének tartalmi vonatkozásaira, de maradjunk még egy picit az ön javaslatánál, és tekintettel arra, hogy 5 percünk van ebből a részből, szerintem ez itt még érdemes leragadni egy picikét, mert ugye azt mondta ön korábban, hogy a Fidesz a KDNP miatt nem fogja megszavazni az ő javaslatát. Ön szerint mi történt, miért vette az igazságügyi bizottság társorozatba javaslatot? Miért gondolhatta meg magát a Fidesz? Hát ugye ehhez nekem beszélgetnem kellene a szereplőkkel, tehát ugye ezt én alapból véleménye lehet róla beszélgetések. Hát lehet, hogy én azt gondolom, hogy talán átgondolták azt, hogy talán nem jó az elmúlt 12 év gyakorlata, amit csinálnak, azért ilyen előfordulhat. Ugye ön azt mondja, hogy ez az ön javaslata közelebb visz a választói akarathoz, közelebb viszi a leendő országgyűlésnek. Hát én szerintem mindenképpen tisztességesebb lenne. Világos, tehát magyarul, ha jól értem, akkor ön szerint a Fidesznek, tehát a Fidesz belátta, hogy közelebb kell a választói akarathoz kerülni a leendő országgyűlésnek, összetételének, ugye? Nézze, én ezt gondolom, és azért mondom még egyszer, tehát hogyha hogy nevezzem őket, tehát az ellenzék együttműködés, ugye ez a 6-7 párt komolyan venné azt, amit mondanak, tehát hogy fel akarják számolni a korrupciót, akkor én azt gondolom, hogy ő nekik kellett volna akár benyújtani ezt, vagy teljes mellszélességgel támogatni ezt a javaslatot, hiszen ha azt gondoljuk, és én azt gondolom, hogy a KDNP működése az országgyűlésben az egy nagyon-nagyon drága vicc, ugye, ahol arról beszélünk, hogy egy olyan pártnak van frakciója, befolyása, hatalma, akinek nem nagyon vannak szavazói, akkor hogyha amennyiben az ellenzék, ez a hatos fogat, ezek a liberális jobboldali pártok hatalomra kerülnek, vagy nem kerülnek hatalomra, de így megszerzik ezeket a mandátumokat, és frakciókat alakítanak, hát abból, és mondjuk akár 7-et is, és nem 6-ot, hanem mondjuk 7-et, a Márki-Zay féle hetedikkel, akkor nem, az ellenzéknek nem egy úgymond kamu frakcióra lesz a Magyarország gyűlésben, akire nem nagyon szavazott senki, hanem kapásból 3-4, amelyik valószínűleg önmagától nem vagy alig jutta be. Azokra a pártokra gondol, amelyek mondjuk a felmérések szerint nem ütnék meg önmagukban, hát az 5%-os küszöböt. Igen, így van.
Tehát én azt gondolom, hogy, mi tartozunk annyival a magyar embereknek, hogy nem alakítgatunk csak úgy frakciókat, hanem megspóroljuk azt a pénzt, és mondjuk rájuk költjük el, és nem pedig a saját magunk béreire. Tehát azért, hét frakció vagy hat, az 6 vagy 7 frakcióvezető, 6 vagy 7 frakcióvezetőhelyettes, 6 vagy 7 kommunikációs stáb, szakértők, elképesztő mennyiségű pénz. Még egyszer mondom, olyan szervezeteknek, akik maguktól nem tudnának nagyon nagy valószínűséggel frakciót alapítani. Ugye ön a parlamentbe se jutnának be. Világos, ön azt mondta egy néhány perccel ezelőtt, hogy tulajdonképpen a hatpárti ellenzéknek is érdeke lenne az ő javaslatának a megszavazása, és akkor itt ugye kitért. Hát, hogyha a győzelemre játszanak, én azt gondolom, akkor arra, igen, na most, de hát nem örülnek neki. Az a kérdésem, hogy akkor ön szerint miért nem? Célozgatott ön arra korábban is, meg ebben a mostani beszélgetésünkben is, hogy ennek financiális okai lennének, de hát szeretném, hogyha ezt, ha így gondolja, akkor kimondaná, ha pedig más a véleménye, akkor azt mondja. Hát nézze, ugye mi most olyan helyzetben vagyunk, hogy tényleg velük sem beszélünk, én őszintén nem értem, hogy ők miért mondják azokat a dolgokat, amiket mondanak, és én azt gondolom, hogy ennek financiális oka van. Tehát nem tudok másra gondolni sajnos, illetve hát ilyen önérdekek. Tehát nyilván, hát persze, azok már amiket szóval mondjuk. Ez egy nagyon komoly politikai pozíció. Persze, hogy akarnak ezek a szervezetek az a Magyarországgyűlésben képviselőcsoportot. Az Igen Szolidaritás, az ISZOM is szeretne országgyűlési képviselőcsoportot, csak mi ezt úgy szeretnénk elérni, hogy elindulunk önállóan a választásokon, és azt gondoljuk, sőt hisszük, hogy itt van 250-300 ezer olyan ember, aki elhiszi, hogy Magyarországon a bérek, a minimál bér is lehet nettó 250 ezer forint, a nyugdíjak, a minimál nyugdíj lehet 150 ezer forint, illetve 50 ezer forint a családi pótlék. És azt is hisszük, hogy ez van akkora társadalmi támogatottsága a szocializmus gondolatának, hogy minket bevigyen az országgyűlésbe. Mi ezt gondoljuk, mi ezt kiállunk, és nagyon reméljük, hogy hogy elérjük a célunkat. Ha nem, tudomásul fogjuk venni. Na, itt a Harcosok Klubja első részének a vége, és innen fogjuk folytatni Székely Sándor független országgyűlési képviselővel a második részben. Köszönöm szépen! Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, ez a Harcosok Klubja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégünk pedig Székely Sándor, független országgyűlési képviselő, az ISZOM egyik alapítója. Székely Sándor egy balesete miatt telefonon áll a rendelkezésünkre, amit ezúttal is köszönök. Ott hagytuk abba, hogy azt hiszem, hogy kiveséztük Székely képviselő úrnak azt a javaslatát, amelyet tegnap, azaz szerdán vett tárgysorozatba az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. Ez az egy lista, egy frakció javaslat. Ugye ott tartottunk, hogy az ISZOM önállóan indul a választáson, nem közösködik senkivel, és hát arra számítanak, hogy lesz legalább 5%-nyi olyan választó, aki, ahogy ön fogalmazott, a szocializmus támogatója, és van ennek a gondolatkörnek egy akkora bázisa, hogy bejutassa önöket önállóan az országgyűlésbe, és ha nem, akkor önök ezt tudomásul veszik. Rá fogunk térni arra, hogy mit ért ön szocializmus alatt. Itt a második részben fogunk erről beszélgetni. Viszont egy picit menjünk vissza az időben, én azt javaslom, egészen pontosan 10 évet, közel 10 éve. Hát most lesz januárban ugye egy évtizede, hogy mondjuk így ön berobbant a magyar politikába, mint a 2012. január 2-i Operaház előtti, egyébként elég sikeres ellenzéki tüntetés egyik kezdeményezője. Ez a frissen elfogadott és 2012. január 1-én hatályba lépett új alaptörvény elleni tiltakozás volt. Azt javaslom, hogy egy picit tekintsük át, hogy önnel személy szerint mi történt az elmúlt 10 évben. Kezdjük itt a 12. januárban, jó? Utólag hogy látja, mennyire volt sikeres ez a megmozdulás?
de bonyolult kérdés, és rögtön szeretnék egy kiegészítést tenni. Ugye akkor azért a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak az elnöke akkor Kunya Péter volt, és sőt, akkor aztán ilyen társelnöki rendszerben működtünk. Én is társelnök voltam, de azért az egyértelmű vezetője ennek a dolognak a Kunya Péter, illetve az Árok Kornél volt. Ugye ők előtte szakszervezeti vezetők voltak. Ugye igen, én is nagyon visszafogottan minősítettem önt, annyit mondtam, hogy az egyik kezdeményezője volt. Igen, csak az a Kunya Péter beszélt a színpadon, tehát hogy biztos, hogy nem venném el ezt a dolgot tőle, sőt. Ám de valóban én is ott voltam, nem csak a háttérben, hanem abszolút aktívan. Utólag ezt a tüntetést én sikertelennek mondom, mert elindított volna folyamatokat, ám de nem tette, és nem használtuk ki rendesen, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. Bizonyos nem folyamatot elindított egyébként ez a tüntetés, mert tulajdonképpen ennek nyomán született meg ellenreakcióként a békemenet. Tehát van olyan... Hát abszolút, így van. Tehát megszületett a békemenet, de mi viszont nem tudtunk, és a mit, azt most nem is a Magyar Szolidaritás Mozgalomnak mondom, hanem a magyar ellenzék, akkori ellenzéket mondom, hogy nem tudtunk ebből erőt meríteni. És úgy visszatekintve, ugye, mivel hogy az én pályám, ugye én abszolút a külvilágból jöttem, tehát nem a politikai életből, tehát nem terveztem, hogy politikus leszek, és az én az első években én rengeteg mindent, hát hogy mondjam, szerintem elrontottam, vagy rosszul láttam. Mármint hát, a politikai pályájának az első években. A politikai pályájának, így van. Tehát ez egy nagyon komoly tanuló. Mit látott rosszul, miben tévedett? Az alapvetésekben nem tévedtem. Bocsánat, hogy belekapaszkodok, csak nagyon ritka egy politikustól, hogy kiejtse a száján azt a szót, hogy tévedett, vagy rosszul látott valamit, vagy hibázott. Hát ugye mivel az én pályámban nagyon nem volt benne, hogy politikus leszek, bár azért egy ilyen munkás értelmiségi családból származom, de az én személyes történetemben ez borzasztóan nem volt benne. Szerintem ez nem bűn, ha valaki azt mondja, hogy hibázik, és én ugye úgy hibáztam, hogy gyakorlatilag egy csomószor nem is tudtuk, hogy mit teszünk, vagy legalábbis én. Ám de az alapkiinduló pont az biztos, hogy nem volt hibás, mert ugye én már 2011-ben is ugye azért alakítottuk meg a Magyar Szolidaritás Mozgalmat, hogy itt egy balos szervezetet csináljunk, amiből előbb-utóbb párt válik. Aztán ez szép lassan, ez az akaratunk, ez elveszett, elmosódott. Bele együttműködtünk a Bajnai Gordonnal, a Millával, ugye, és aztán a később a párbeszéd, ugye ebből lett az együtt. Tehát mi a hibát mi ott követtük el, hogy hagytuk a mi balos gondolatunkat mindig háttérbe szorítani annak az ügynek az oltárán, hogy Orbán Viktort le kell váltani. És egyébként Orbán Viktort le kell váltani, én 10 évig ebben részt vettem, és rengeteg mindent csináltunk, és jelen pillanatban is az a hozzáállásunk, hogy a Fidesz le kell váltani, csak nem mindegy, hogy hogyan. Mert nekünk a legnagyobb problémánk az ellenzéki együttműködéssel, ahova mi egyébként mi csak jelzem, hogy nem mi nem akartunk velük együttműködni, hanem ők nem engedtek az előválasztásba bennünket. Képviselő, ne haragudjon, hadd kérdezzek közben, mert itt ez egy fontos kérdés, és akkor kanyarodjunk vissza a beszélgetésünknek az első feléhez. Tehát ha önöket odaengedik az asztalhoz, a 6 ellenzéki párt, igen, és részt vesznek az előválasztáson, és közös listán indulnak velük, akkor hogy állnának ehhez a frakció kérdéshez? Hát nézze, ugye erről, ugye hát ezt mi természetesen vittük volna magunkkal, tehát ugye mi pontosan ugyanígy, de hát ugye mivel még egy, tehát semmilyen megbeszélés nem történt. Nem, ugye, csak azért kérdezem, mert például ön személy szerint, hogyha tudom, hogy ez történelmietlen, de izgalmas kérdés, ezek valószínűleg mi lett volna, ha a kérdések a legizgalmasabbak, hát hogyha ön mondjuk egy közös listáról az ellenzéki, a mai ellenzék közös listájáról a következő országgyűlésbe jutott volna, akkor mondjuk az ön által a legfinomabb kifejezéseket idézve jobboldalinak tartott Márki-Zay Péterrel beült volna egy közös frakcióba? Hát azért mondom, hogy mivel el se kezdődtek ezek a tárgyalások, nem tudjuk. Ugye mi, ugye, mert nem csak, hogy ehhez mit szóltak volna a közös tárgyaló partnereink,
ehhez a közös frakciós mondatunkhoz. No, de mit szóltak volna ahhoz, hogy mi 250 ezer forintos minimálbért akarunk, hogy 150 ezer forintos minimálnyugdíjat, 50 ezer forintos családi pótlékot, hogy államosítani szeretnénk a stratégiai ágazatokat. De hát de ugye ide még el sem jutottunk. Tehát az a helyzet, hogy ide el sem jutottunk, mert hogy az előválasztásban nem egy ilyen programok versenye lehet, hanem hát gyakorlatilag ugye az, hogy az ők leszervezték maguk között ezt a dolgot, hogy ki hol induljon, és nagyjából itt pont van a mondat végén. A nagy vita az egyedül, ugye ez a miniszterelnök jelölti ügy lett végül, ugye program dolgok ebben nem nagyon merültek föl, de egyébként azt szerintem azért nem, mert nagyjából ott azért eléggé, tehát nem olyan különböző az felfogásuk. Tehát ugye ez ugye ki se nyílt. Ez ki se nyílt. Ez valóban ez egy érdemi megbeszélés lett volna, valóban óriási kérdés, hogy mi történt volna, ha, de hát ugye ezt nem tudjuk meg. Ezt nem tudjuk meg, mert ugye egyetlen egy érdemi beszélgetés sem került sor sajnos ebben az ügyben. Azt ígértük a kedves hallgatóknak az első részben, hogy tartalmilag is át fogjuk tekinteni az ön pályáját, illetve többek között a DK-val való együttműködését, igen, hogy ennek, hogy ez miért született meg, és miért ért véget. Kezdjük inkább az együttel, hiszen időrendben ez következik ugye a 2012-13-as események után, amit már érintettünk. Ugye ön most elmondta azt, hogy követette hibákat a politikai pályafutása során, egy ilyen hiba volt például az ön, illetve a szolidaritás baloldali, balos értékrendjének a háttérbe szorítása minden áron történő kormányváltás oltárán. Ugye ez vezette önöket az együttbe, amelyik a Vajnai Gordon vezette haza is haladásból, az ön által emlegetett Millából, illetve a szolidaritásból állt össze 2012-13-ban, és ugye később a Párbeszéddel együttműködve vágott neki a 14-es választásnak, hogy aztán az MSZP-vel és a DK-val is együttműködjön végül. Ugye ön a 14-es országgyűlésbe nem került be, viszont a 14-es önkormányzati választáson az együtt képviseletében bejutott a fővárosi közgyűlésbe, majd 15-ben távozott a pártból. Mi történt? Miért távozott onnan? Hát ugye addigra már először is a pártot ott hagyta Bajnai Gordon, és utána pedig ugye a Párbeszédre való szövetség is megszűnt. És hát a szolidaritás mozgalom döntött úgy, hogy akkor mi visszatérünk az önálló politizáláshoz, és hát én ennek keretében, tehát hogy akkor nem csak én, tehát hogy akkor felmondtunk egy szerződést, tehát nem hosszabbítottuk meg, és hát kis Konya Péterrel, aki akkor országgyűlési képviselő volt, ki is léptünk az együttből. Tehát ez egy politikai döntés volt. Világos. Ettől a igen, tessék parancsolni. Hát semmi, csak azt akartam mondani, hogy ugye láttuk, hogy az együtt párt ahogy addig sem, tehát nekünk az együttel is az volt a problémánk, még amikor ott volt Bajnai Gordon is, hogy egész egyszerűen a mi hangunk, a szervezetünk az arra szükség volt a munkában, ám de a politikai hangunkra arra nem igazán, és ugye ezt nem láttuk biztosítani, tehát ugye ezért hagytuk ott az együttet, hogy a mi politikai hangunkat végképp nem láttuk már ebben az ügyben, és ezért... És akkor hoztak egy testületi döntést, és ennek a testületi döntésnek az értelmében szakítottak az együttel, és ők pedig Kónya Péterrel együtt kiléptek. Rendben van. Hogyan jutottunk el innentől odáig, hogy 2017-ben, ahogy arról egyébként a műsor első részében már esett szó, a DK-val léptek választási szövetségre? Elképesztően bonyolult ügy, próbálok érthető mondani. Ugye mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökével, Huszti Andreával azt terveztük el 2016-ban, azt találtuk ki, hogy mi fogunk... Akkor még ugye nem létezett az Igen Szolidaritás mozgalom. Akkor még nem, az még a Magyar Szolidaritás mozgalom volt csak, hogy mi visszatérünk a szolidaritás mozgalom eredeti tervéhez, és létrehozunk egy baloldali pártot. Ám de mivel akkor nyilvánvalóan nem voltak se politikai pozícióink, pénzünk, aztán végképp nem, és nyilván a realitások talaján álltunk, mi azt gondoltuk, hogy a Jobbik nélkül egy együttműködést összetudunk hozni az országgyűlési választásokra 2018-ra, és mivel ott létrehozunk egy
együttműködést, ennek keretén belül a Magyar Szolidaritás Mozgalom is annak részese lesz, bekerül valamilyen módon az országgyűlésbe, és az alapja tud lenni egy baloldali pártnak. Ezért mi elkezdtünk olyan akciókat csinálni, amelyik az ellenzék azon részét, akivel mi egyáltalán el tudtunk gondolni, hogy együttműködünk bizonyos ügyekben, közös ügyeket csinálni, ez 2016. Először megcsináltunk a Blahalújza téren egy közös tüntetést, ahol a Jobbikon és a Jobbikon kívül, azt hiszem, és talán az Együttön kívül, paradoxon, talán az Együttön kívül ott voltak az összes többi ellenzéki párt. Ez volt az első ilyen, október 23-án egy ilyen tüntetés, az, hogy ezt mi szerveztük, akkor egyáltalán nem álltak szóba egymással az ellenzéki pártok, tehát akkor totális szétesés volt. És utána, azon a tüntetés után mi kezdeményeztük, illetve hát én személyesen, és sok más értelmiségét gyakorlatilag a Szolidaritás Mozgalom szervezésében, hogy legyen egy közös köztársasági elnöke az ellenzéknek, Majtényi László személyében. Mi ezt a projektet végig csináltuk, leszerveztük, végigvittük, ugye Majtényi László jelölésre került, hál' Istennek be is ment a parlamentben, és el is mondta ott a beszédét, ami én azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog volt akkor. És nekünk a következő lépés lett volna, hogy akkor összehozunk 2018, ez most a 2017 tavasszal járunk, hogy akkor összehozunk egy együttműködést az országgyűlési választásokra is, nagyjából ezen a platformon. Ugye akkor azt kell bebizonyítani, hogy ha az együttműködés van, akkor nem dől össze a bolygó. Igen ám, de ezt az együttműködés, amikor ez így meglátták, hogy ebben van potenciál, akkor tényleg mindenki elkezdett ebben ügyködni, és mi jelentősen háttérbe szorultunk. De azért próbálkoztunk becsülettel. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog menni, mert egyszerűen annyira feszítette szét az egészet ez a dolog, újás, nem szeretnék mutogatni, nem is fogok. Mi akkor próbáltuk a B tervet, hogy akkor jó, akkor a Magyar Szocialista Párttal hoz próbálunk közeledni. Sajnos ez hát ez már akkor volt, amikor 17 amikor nyara nem jött össze a teljes ez amikor, Jobbikon amikor nem jött össze a Jobbik nélküli teljes, igen, ez amikor nem jött össze. És akkor oké, akkor próbáljunk meg a Magyar Szocialista Párttal megállapodni az ügyben, hogy mi hoznánk egy ilyen baloldali megújulást, egy ilyen alulról jövő plebejus vagy proli hangot. Ugye a mi tagjaink gyakorlatilag mindenki munkás, rendvédelmisek, tanárnők, ápolók, és hosszan sorolhatnám, hogy ki devizahitelesek, tehát elképesztően. Tehát mi a társadalom azon rétegéből jövünk, akik amúgy nem szoktak politizálni, és mi azt gondoltuk, hogy hozzuk ezt a hangot, és az MSZP-nek erre égető szüksége van. Voltak is erről tárgyalások, ám de egész egyszerűen a politikai logikája az MSZP-nek akkor nem akartak e felé elmozdulni, e felé a munkás érdekvédelem irányában, miatt azért elég munkás. És akkor nekünk nem nagyon maradt más választásunk, mint a demokratikus koalícióval elkezdeni tárgyalni. De ez még, ha jól értem, ez még mindig egy testületi döntés volt, tehát ugyanúgy, ez ahogy az együtt ez minden, szakítás. Minden szervezet vagyunk, tehát itt nincs, tehát ugye mi egy fegyelmezett szervezet vagyunk, mi testületi döntések alapján politizálunk. Világos. És akkor 17 őszén, jól követem, ugye? Úgy döntöttek. Igen, de 17 őszén, hát akkor a C verzió volt, ami elég viszonylag perverz. Ám de viszonylag gyorsan haladtunk, hiszen a demokratikus koalíciónak kellett egy szövetséges abban a kiélezett helyzetben, és nekünk meg nem nagyon volt más választásunk, és ezért megállapodtunk. Nyilván a megállapodás az már magában rejtette azt a feszültséget, hogy azért ez nagyon nehezen tud majd a választások után működni. Én egyébként hittem ebbe, de sajnos nem engem igazolt a történések. Mármint hitt abban, hogy hosszú távon működni hát fog igen, a munkában. Hát igen, mert mi azt mondtuk, hogy jó, rendben van, ti vagytok egy liberális ezt párt. Ezt értem. És akkor mi leszünk majd a nagyon baloldali szárnyatok. Rendben, miért nem működött mégsem? Hát ugye ezért nem, mert ez csak az én egyik naivitásom. Jó, miben derült ki az, hogy ő naív volt, és nem volt igaza? Hát nézze, ugye a választások után ugye szembesültünk azzal, hogy amit mi akarunk mondani a parlamentben, nem mondhatjuk, mert azt a demokratikus koalíció folyamatosan blokkolta. A Magyar Szolidaritás Mozgalmat megpróbálták kiszedni a,
a politikai életből, tehát kvázi ott, hogy mi elveszünk az ő... Most leegyszerűsítve kérdezem, hogy nem tudták a baloldali üzeneteiket elmondani? Igen, ebben folyamatosan konfrontációk voltak. Mi akartunk új munkatörvénykönyvét, hogy vegyük elő, hogy áfát vigyünk le, béremelést, sokkal radikálisabb. Ez a túlóra törvény környékén éleződtek ki ezek a konfliktusok? Hát sok konfliktusunk volt, az a helyzet. Aha. Tehát gyakorlatilag utána, és az végig tudok menni rajtuk, ugye nem csak az országgyűlési választásokban állapodtunk meg, hanem abban is, hogy az EP államparlamenti választásokon is együttműködünk, meg az önkormányzatin is. Bármi az EP-re azt mondtuk utána, hogy jó, nyilván akkor ugye a demokratikus koalíció 5%-on volt, vagy voltunk, és akkor mi azt mondtuk, hogy nem akarunk ezzel feszültséget kelteni, az legyen a ti bulitok, úgymond mi ott nem jelölünk embert. Ám de nyilván az önkormányzati választás... De ott már egyébként sokkal jobb eredményt ért el a DK, tehát ott már így nem van, ott volt az ő, így van, ott volt az ő áttörésük, így van. És... De mi az önkormányzati választásokon szerettünk volna érdemben szóhoz jutni, ott semmilyen megállapodást nem sikerült velük érbe jutni központilag. És hát ugye terhelte az ügyet, hogy mi Karácsony Gergőt szerettük volna főpolgármester jelöltnek. Ugye ők meg nem, és akkor ugye ebből is ugye volt egy ilyen belső feszültség. Aztán ugye feszültség volt abból is, hogy mi szerettünk volna a közös dolgainkból, hogy egy kis támogatást kapjunk a mi létező projektjeinkre. Ugye ez sem valósult meg, de ezek benne voltak a szerződésben, hogy ezek így lesznek. És hát ezek végül odaértek, hogy szakítás lett a vége. Oké, ez a szakítás bekövetkezett 18 decemberében, ugye? Ezt, jó. Na most a 2020-ban pedig egymásra találtak Szagyi Tiborral, és megalakult az ISZOM. Mi történt a DK frakcióból történő kilépés és az ISZOM megalakítása között? Amit viszont már, ugye ön nyilván sokat magával, többet magával, magánemberként volt alapító, nem is lehetett volna másként. Igen. Tehát hát utána, ugye, hogy én kiléptem az a Demokratikus Koalíció frakciójából, ugye visszatértünk az eredeti gondolathoz, hogy rendben van, akkor itt most már nincs más hátra, itt most két verzió van, vagy a Székely Sándor kitölti a parlamenti idejét, és aztán utána abba hagyja a politizálást, vagy igenis mi most akkor összerakjuk azt a pártot, amiről mi azt gondoljuk, hogy szükség van a magyar parlamentben. És elkezdődött ez a munka. Közben Szanyi Tibor még MSZP-s színekben indult az EP választáson, igen. Aztán az MSZP úgy döntött, hogy az egy darab európai parlamenti képviselői helyére nem Szanyi Tibort küldi, aki ezek után, hát, hogy mondjam, kevésbé tűnt már elkötelezettnek az MSZP irányába. Hogyan találtak önök egymásra? Kalmár Szilárd, a Munkások Újságának az alapítója, egyik alapítója és szerkesztője volt az, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy hát a baloldalon talán az egyik utolsó érdemi név, akit ugye országszerte ismernek, és népszerűsége is van, az a Szanyi Tibor, Szanyi kapitány. Ugye Tibornak azért egy óriási, tehát gyakorlatilag hát majdnem 100%-os ismertsége van az országban, ugye ezt az utolsó borsodi faluban is pontosan tudják, hogy kicsoda ő, és tudják is, hogy baloldali. Szóval, hogy ő... És akkor összehozta önöket? Hát ő összehozott minket, és még akkor Huszti Andreával közösen ellátogattunk Szanyi Tiborhoz, illetve egy külső helyszínen, és egy fél órás baráti beszélgetésből egy 3 órás nagyon komoly beszélgetés lett, amit aztán több követett, és hát így szép lassan addig-addig beszélgettünk, hogy megérett az a gondolat, hogy akkor talán ezt akkor mi közösen szeretnénk csinálni. És ennek persze része volt, hogy a Szanyi Tibor, aki már 2009 óta, amikor megírta, hogy balra magyar, ugye ezt a dolgozatát, hogy az MSZP-t, olyan szocialista pártot, ugye balra kellene fordítani erőteljesen, és ő
Hát ebben 11 évet áldozott erre, és ő valahol ott az EP választások környékén látta be azt, hogy ez lehetetlen ez a küldetés, és hogyha ő még politizálni akar, és baloldali politikát akar csinálni, akkor nincs mese, itt bele kell ugrani a levegőbe, és ott megtudni, hogy amiről mi gondolkodunk, amit ő is mond, amit mi is mondunk, az létezik, vagy esetleg mi ezt rosszul gondoljuk. Képviselő úr, egy utolsó téma, mert nagyon megy az idő, 3 percen belül vagyunk az adásidő végéhez képest, de muszáj megkérdeznem, hogy ő nemrégiben kommentelt egyet a Lopunk zenekar posztja alá, és annak a véleménynek adott hangot, ugye Kádár János történelmi szerepéről szólt a vita, ugye itt az első részben beszéltünk a szocializmusról, és azt megígértük a hallgatóknak, hogy tisztázni fogjuk azt, hogy mit értünk szocializmus alatt. Szóval ugye én azt írta, hogy Szent István úgymond bedarálta Magyarországot, Kádár János viszont lakhatást biztosított mindenkinek. Egy picit, tényleg 1-2 percet beszéljünk Kádár Jánosról. Konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye az 1956 után kivégzett körülbelül 400 emberről? Azokról az emberekről én valami keveset tudok. Én annyit tudok, hogy itt ebben az országban 1000 évig vagy urak véreztették ki az országot, vagy olyan jellegű kapitalizmus volt, ami sok százezer ember halálát okozta. És hát a jelenkorunk kapitalizmusa is hát egy elég kegyetlen dolog. És amikor mi Kádár Jánosról beszélünk, akkor mi arról beszélünk, hogy ez az ember, illetve az a rendszer, amit ő csinált, az abban a különleges kegyben részesítette ennek az országnak a lakóit, hogy 30 éven keresztül úgy tekintett rájuk, mint egyenjogú állampolgárok, akiknek joguk van itt lakhatáshoz, egészségügyhöz, kultúrához, nyugodtan ekkorhoz. De ha kegyetlenségről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említenünk, hogy azért itt olyan, és ugye ön ebben a mai beszélgetésünkben is végig a munkavállalók védelmét hangsúlyozta. Az 1956 utáni megtorlások áldozatainak nagy része viszont munkás származású volt, hogy ez nem zavarja önt? Nézd, elképesztően bonyolult viszonyok voltak abban az időben. Nagyjából 10 évvel voltunk a II. Világháború után, ahol egyébként meggyilkoltak 600 000 zsidót, és ugye a Donkanyagban meghalt 200 000 ember, és gyakorlatilag szétbombázták az egész országot. Ugye ez 10 évvel volt 56 előtt, vagy talán 9. És ez egy elképesztően bonyolult helyzet volt. Maga 56 is szerintem nincs kibeszélve. Ugye én zsidó származású vagyok egyébként, ugye a mi családunk elmenekült 56-ban, mert október 24-én végig volt írva a körúton, hogy icig nem viszünk Auschwitzig, és az én családom azt gondolt, hogy akkor ezt most akkor még egyszer talán apai ágon, hogy ezt akkor még egyszer talán nem élik túl, vagy nem szeretnék ezt még egyszer végignézni, hogy ez most akkor ebből mi lesz. Hát én azt gondolom, hogy 56... Igen, bocsánat, azért nagyon bonyolult, azért a megtorlások áldozatai között azért ott volt Angyal István is, aki egy törölmetszett baloldali volt. Én azt gondolom, hogy nyilván egy olyan 10 éven volt túl Magyarország, ahol nagyon nem volt egyértelmű, hogy most azok, és nyilvánvalóan ott történtek akár bűnök is, tehát nyilvánvalóan, és sosem mondtuk, hogy a Kádár rendszer akár ne lettek volna bűnei is, de voltak, nyilván. Nyilván volt megtorlás is, jó volt-e, nem volt jó, nem volt rendben, sosincs rendben, egy ember élete, tehát nem hogy 401 embert sem szabad politikai ügyek miatt, ha engem kérdez bárki, nem, még megalázni se, nem hogy megölni. Ám de cserében ez történt ott, és viszont cserébe utána a Kádár János, aki azért Rákosi börtönében is ült, szeretném jelezni, utána egy olyan 30 évet csinált, ami azt gondolom, hogy a magyar népnek a lelkében úgy maradt meg, hogy azért ott úgy biztonságban voltak. Ez az elmúlt 1000 évben nem nagyon volt így. És amikor mi erről beszélünk, akkor természetesen nem 56-ról beszélünk, hanem a szocializmustól,
és annak is, ami nyilvánvalóan lehetett volna sokkal-sokkal jobb. Azt hiszem, képviselőről megnyitottunk egy olyan topikot, amit nagyon-nagyon nehéz lezárni. Igen. Én megígérem önnek, hogy rendezünk egy harcosok klubját, ami akár egy, vagy igyekezni fogunk megszervezni egy harcosok nagyon klubját, ami akár egy vita lenne a Kádár rendszer értékelésére. Én azért a másik oldallal kapcsolatban elmondanám, hogy azért a Kádár korszakban azért az érett Kádár korszakban is azért voltak olyan jelenség, akár az abortuszok száma, az alkoholisták száma, az öngyilkosok száma, ami nem feltétlenül, hát, hogy mondjam, adott okot dicsekvésre. Viszont most le kell zárnunk a műsort. Nagyon köszönöm Székely Sándornak, hogy rendelkezésünkre állt telefonon. Jobbulást kívánunk önnek a balesete után. A Független Országgyűlési Képviselő volt ma a vendége a Harcosok Klubjának. Búcsúzik a Spirit FM hallgatóitól a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, viszont hallásra. Köszönöm, és akkor várom, hogy legközelebb majd ezt a kérdést megvitathassuk. Nagyon fogok igyekezni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM-en.